Szerbusztok! Ebben a videóban a dzsungáriai törpehörcsögeinkről szeretnék egy pár szót mondani, illetve egy csomó dzsungáriai törpehörcsögöt szeretnék nektek bemutatni. Ugye hörcsögfalva.hu weboldalról jelentkezem a hörcsög tenyészetünkből. Igazából ennek a videónak az a fő célja, hogy megmutassam nektek azt, hogy általában milyen kinézetű kis dzsungáriai törpehörcsögeink szoktak lenni. Ez a videó 2021. februárjában készül, tehát hogyha pár héttel később jöttök, vagy látjátok ezt a videót, akkor már nem ugyanezeket az állatokat fogjátok látni nálunk, viszont nagyon hasonlóakat. Törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbbféle színváltozatot tudjuk biztosítani a vásárlóinknak, érdeklődőinknek. Rendszeresen felmerül az a kérdés, hogy éppen most vannak-e hörcsögeink eladók. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig vannak hörcsögeink eladók, tehát általában bejelentkezni sem szükséges, hogyha a weboldalra felmentek, hörcsögfalva.hu, akkor ott látjátok azt, hogy hány kis állatunk van eladó. Nem csak dzsungáriai törpehörcsögöt, de szíriai aranyhörcsögöt is tenyésztünk, illetve árulunk. Ha felmentek a weblapra, akkor ott tudtok tájékozódni. Mindig van dzsungink, illetve szíriai aranyhörcsögünk. A másik kérdés, ami gyakran felmerül, az az, hogy mennyi idősek a kis elvihető állataink. Nagyon fontos tudni azt, hogy mi csak pici kis hörcsögöket árulunk, tehát nem egy-két éves kiöregedett tenyészállatokat, vagy megnőtt állatokat, hanem mindig piciket. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3,5-4 hetesen választjuk le a piciket, és akkortól lehet őket elvinni, és általában 2-3 hétig vannak kint, és akkor el is szokták őket vinni, tehát ha nálunk vásároltok, akkor pici hörcsögöket fogtok tudni kapni, vinni, illetve azokból tudtok választani. A másik kérdés az az, hogy mennyi szokott lenni nálunk. Sok hörcsögünk van. Legtöbbször 30-40-50 kis dzsungiból lehet választani, úgyhogy gyertek bátran. És természetesen a dzsungikhoz teljes felszerelést is tudunk adni. Ezeket a felszereléseket a weblapon tudjátok megnézni. Arra gondoltam, hogy bevágunk egy kis részt, ahol pici kis dzsungik vannak. Itt látjátok az anyát jobbra, illetve a piciket, különböző almokat, nyilván ezek még szopnak, illetve egy picit nagyobbra nőtt, még nem elvihető méretű kis állatkákat láttok most ezen a képkockán. Itt egy másik alom. Látjátok azt, hogy én ezeket a piciket nagyon bátran kézbe veszem, és fogdosom őket. Soha semmiféle probléma nem volt ebből. Néhányan azt mondják, hogy nagyon kell arra vigyázni, hogy nem szabad a piciket megérinteni. Soha nem volt abból problémánk, hogy megérintettünk volna piciket. Azt történik, hogy az almokat rendszeresen ellenőrizni kell. Megnézzük, hogy nincsen valami probléma az almokkal, ilyenkor megérintjük a kicsiket, soha-soha nincs probléma. Itt most olyan kicsiket látok, amelyeknek éppen nyílik a szeme. Itt középen például látok egy állatot, eléggé furcsa a szeme, ennek az az oka, hogy éppen most nyílik. Egy-két múlva már szép kis kerek szeme lesz, mindenhogy itt most látjátok például az anyát, vagy az egyik másik kicsit. A dzsungik szerintem szenzációsak, nézzetek meg ezt a kis állatot, amelyik itt éppen alszik. Vagy nézzétek meg ezt, kezembe veszem és mosdik. Tehát, ahogy látjátok, a hófehértől a koronfeketéig találtok nálunk kis dzsungikat. Az csak a teendőtök, hogy egyszerűen csak megérkeztek hozzánk, és már is tudtok válogatni, és akár teljes felszereléssel együtt tudjátok vinni a kis jószágot. Egyszerre egyetlen kis állatnak a megvásárlását javaslom, a dzsungik, illetve a szíriai aranyhörcsögökre is vonatkozik ez, hogy nem bírják egymást, egyet vigyetek,
és akkor annak egy jó nagy helyet tudtok biztosítani, és ő boldog lesz teljesen egyedül is. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Ezt a néhány állatot szerettem volna nektek bemutatni. Iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, illetve nézzétek meg a weblapunkat, és szeretettel várunk benneteket. További szép napot, sziasztok!